Óriási küzdelem várható a nőkkel ellentétben a férfiak versenyében a 76 kg-osok között. A szakításban először a világcsúcstartó Savchenko a képernyőn 160 kg-on és javít ezen a súlyon, és másodszor is rontja a 160-at, ez már több, mint meglepetés. Ez kellő indisponáltságot jelent az ukrán versenyzőnél. A dobogóra lép közben Altimurad Orazgyurgyiev. Kettejük nagy harca többek között ez a világbajnokság, hiszen Savchenko a világcsúcstartó, Orazgyurgyiev pedig a világbajnoki címvédője. A súly változatlanul 160 kg, és Orazgyurgyievnek is javítania kell. Ellentétben Savchenkoval Altimurad Orazgyurgyiev teljesítette a 160-at, és ezzel e pillanatban az érre kerül, de hát még nagyon messze a verseny végkifejlete, még ami csak a szakítást is illeti, igen sok fogás van hátra. Például a lengyel Andrzej Kozlowskié a következő, ugyancsak 160 kg-on, és az esélyesek között az ő testsúlya a legkönnyebb, úgyhogy ez feltétlenül mellette szól. Kozlowski kijevi születésű, Ukrajnából került Lengyelországba, és a lengyel színekben versenyez, de közben Németországba jár vendégmunkásnak a csapatbajnokságban szerepelni. A tavalyi Európa-bajnokság harmadik helyezettje volt Kozlowski, akkor 160-at szakított, most a 160-hoz kevés volt az ereje, 155-ön maradt. A verseny óriási meglepetése lenne, ha Savchenko harmadszorra sem tudná kiszakítani ezt a 160 kg-os súlyot, amely 10 kg-mal kevesebb az általa tartott világcsúcsnál. Azt az elmúlt esztendőben Melbourne-ben a VB-n érte el azt a 170-et, és megint megindul előre a súly. Most remekül egyensúlyozott, és tudott korrigálni, messze volt a tökéletestől, messze volt attól, amitől Savchenko tisztelik ebben a szakmában, de most az erejével helyrehozta a technikai hibát. Maradt még rá ideje, szerencséjére. Közben a dobogóra érkezik már a kubaiak világbajnoka. 162,5 kg-on a második szakítása lesz ez Pablo Larának. Barcelonai olimpián ezüstérmes volt. Lara mindössze 25 dekával volt kevesebb a testsúlya, mint a győztes Kasapuyé, de a teljesítménye megegyezett vele. Donau-Eschingenben nyerte számára is meglepetésként a világbajnoki címét 1991-ben, és most a 162,5-lel sejteti, hogy a lökésben igen komoly eredményre lehet tőle számítani. Erőből dolgozik eddig hibátlanul Pablo Rala. A következő versenyző Ingo Steinhoffel, a németek kiválósága, neki is ez a második szakítása, 162,5. Egyébként ez a két versenyző, tehát Lara és Steinhoffel a mezőn két legnehezebb tagja, 75 kg 84 dekagrammal mérlegeltek mind a ketten, és egyformán lépdelnek, legalábbis ami a kezdőfogást illeti, 157 és felett teljesített mind a kettő, és utána a 162 és felett szakította mind a kettő. A belorusz Leonid Lobachov 6 dekagrammal könnyebb, mint az imént látott két ellenfele, és ennek megfelelően, ha ő teljesíti a 162 és felett, elébük kerülhet. Ő de erős ő is, nagyon erős. Most már ezen a 162 és félen, ami a vízválasztónak ígérkezik, az eddig látott három versenyző kiváló gyakorlatokat mutatott be.
A versenyből hátra van még 5 fogás összesen, és most dől majd el, hogy a szakításban ki is lesz az aranyérem. 162,5, mint mondom, vízválasztó lehet. Az ukrán Roman Sevastyev 157-féle rontott, aztán ezt a súlyt javította, és most ő is 162,5-re megy, és mondanom sem kell, hogy könnyebb mindenkinél, akik már túl vannak ezen a súlyon, tehát ő most megint csak eléjük kerülhet kedvező pozícióba. Ezzel a súlyjal Szokolovban ez is térmet szerzett egyébként a takisztásban az ukrán fiú, és mintha csak lemásolta volna ottani teljesítményét, itt is biztosan hozta ezt a 162 és felett, úgyhogy most ő áll az első helyen tesszúly különbséggel. Hogy mennyire kiélezett a 76 kg-os kategóriában a verseny általában, arra csak két adatot hadd mondjak. Az idei Európa-bajnokságon például az első három 355 kg-ot teljesített, tehát mind a három az arany, ezüst és bronzérmes, és csak a tesszúly különbség döntötte el közöttük a sorrendet. Az utóbbi két évben a világbajnokságon szintén csak tesszúly különbség döntött. Kaszapu, illetve az olimpián, illetve Orasz Gurdjiev javára a tavalyi melbourne-i VB-n. És itt van Orasz Gurdjiev, a színvédő 165 kg-ra megy. Ha megcsinálja, az első helyre kerülhet. Ha nem, akkor csak ötödik! Akkor csak ötödik! Hát ez bizony meglepetés. Nagy meglepetés, hogy a világbajnoki címvédője, Altimurad Orasz Gurdjiev, és szintén Németországban vendégmunkás, valamint a világcsúcs tartója Ruszlán Szavcsenko, mindketten 160-at teljesítettek mindössze, és így a vert mezőnybe kerülnek. Pablo Lara. Neki, Lobacsovnak és Steinhoffelnek van még egy-egy gyakorlata. Tehát a Sevastyev mögött álló üldöző bolynak. Sevastyev már befejezte. Lara 165, túlhúzta. Ő megragadt a 162,5 kg-on, és e pillanatban ez az eredmény a harmadik helyre jó a számára. De hát hol van ez attól, hogy az első helyre léphetett volna. Következik a német versenyző Ingo Steinhoffel. Komoly turkoló tábora érkezett Chemnitzből. 165 kg, soha még ilyen eredményt nem szakított, még a 160-at sem érte el versenyben. Ha megcsinálja, az első helyre kerülhet, ha nem, a negyedik. Remekül dobta meg a súlyt, és utána pontosan a feje fölé lendítette, és érthető az öröme. Ő az első, aki három jó fogással eljutott a 165 kg-ig, és itt a szakemberek véleménye az volt, hogy egyáltalán az összetett versenyben már az nagyon jó helyen lesz, aki ebben a rendkívül sűrű és kiegyensúlyozott mezőnyben egyáltalán három jó fogásra képes lesz. Nos, erre mi történt? Ingo Steinhoffel a szakításban megcsinálta ezt a három jó gyakorlatot, és a 165 kg-mal átvette a vezetést. Most már csak egyetlen versenyző van, a belorusz Leonid Lobacsov, aki megelőzheti őt könnyebb testsúlyával, ha természetesen teljesíti a 165-öt. Sikerül-e ez neki? Sikerül-e? Egyéni csúcsa lenne Lobacsovnak, aki egyébként a szakításban jóval erősebb, dinamikusabb, mint a lökésben, ha nem is mondom rá, hogy specialista, nem is az.
nem tudta korrigálni, pedig nem volt olyan gyors, még lett volna rá esélye, de nem tudta korrigálni. Így a 162,5 kg maradt az érvényes a számára, ami a versenyben a harmadik helyet jelenti, Szevasztejevnek a másodikat, és a német Steinhoffel pedig aranyérmes lett. Ingo Steinhoffel, gondolom, ez számára is mindenképpen meglepetést jelent, hiszen ő soha az életében még nem volt aranyérmes egyetlen világversenyen sem. A verseny kiegyenlítettségére jellemző, hogy a 10 súlyemelő közül 8, például 190-en jelentette be a kezdőfogását. Az más kérdés, aztán, hogy nem voltak elég szavatartóak, és nem egy közülük megváltoztatta a véleményét, sőt, most már javában zajlik a lökés, és Orasz Durgiev és Pablo Lara még be sem jelentkeztek. Többen viszont már a második fogásuknál tartanak, mint ahogy az ukrán Roman Szevasztejev is, méghozzá 195-ön javítania kell. Egy biztos fogása volt már ezen a súlyon, de megcsúszott a lába, nem tudott visszaállni, és most is majdnem ugyanabba a hibába került, bár nagyon összpontosított, hogy nehogy ugyanez még egyszer előfordulhasson vele. Nézzék majd a lassításban, hogy milyen óvatosan húzza a bal lábát a kilökés után. Most megcsinálta a gyakorlatot, és 357,5 ezzel az összeredménye. A bolgár Stoyanov a végeredmény szempontjából azt hiszem, hogy nem különösebben izgalmas, hiszen 10. helyet tudta csak megszerezni a szakításban, 152,5-lel, úgyhogy nem igen rúghat labdába, így aztán végképp nem. Megint igencsak csalódott lehet Altimurad Orasz Durgiev, hiszen a szakításban csak az 5. helyen végzett, visszatérve a román Stoyanovra csak az illendőség kedvéért, a szakításhoz hasonlóan a lökésben is a kezdő súlyán maradt, így 342,5-el fejezte be a versenyt, és valóban a 10. hely körül fog majd végezni. Orasz Durgiev 197,5 kg-on, akár csak a szakításban, a kezdőfogását itt most is elrontotta, ami feltűnő bizonytalanságra utal nála, igazán nem erről híres a türkmén versenyző. Egyre inkább hogy az esélye arra, hogy meg tudja védeni világbajnoki elsőségét. Most pedig következik a szakítás újdonsült világbajnoka Ingo Steinhoffel, aki legalább akkora meglepetésre, mint amikor életében először a 87-es osztravai világbajnokság idején bronzérmet szerzett, első felnőtt szereplése során azonnal egy bronzérem, hát legalább akkora meglepetésre most az itteni aranyat is begyűjtötte a szakításban. Ez most már a második lökés gyakorlata, 192,5 után az 5 kg-os emelés, 197,5-re megy. És ez az első súly, ami kifogott Steinhoffelen, ennek még komoly jelentősége lehet, bár hozzáteszem, hogy a kiválóan szakító Steinhoffel, ezt Szekszárdon is láthattuk egyébként az Európa-bajnokságon, ott is 3 jó fogásra van, volt, nemigen gondolt a versenyben a végső első helyre. Remek lökők vannak ugyanis itt ebben a társaságban, jobbak, mint ő. Steinhoffel gyakorlatának ismétlése közepette, a dobogóra lép most már Savchenko. Ő a szakításban és az összetetben is a világcsúcs gazdája e pillanatban, és az Európa bajnoki cím védője, még ha csak testsúlyjal is, könnyebb testsúlyjal is, de ő nyerte Szokolóban az Európa bajnoki címet. Neki is a második lökése, 192,5 jó, akár csak Steinhoffelnek, és most a 197. Tehát 192,5-re, 197,5-re egy 5 kg-os ugrást kér. Hát
Savchenko kiábrándító, amit a mai napon produkál. Újabb rontott fogás. Nézzük, hogy az inkább jó szakító hírében álló Lobacsov a verseny harmadik helyezettje a szakítás után mire lesz képes most ezzel a bűvös 197-tel, amivel nem boldogult sem Savchenko, sem Steinhofer. Neki is 5 kg-os emelést jelent egyébként ez a súly, 92 télen kezdve. Lobacsovnak is sok. Hát ez egészen különleges. Valahogy, mint a ellene átkozva ez a 197,5 kg, úgyhogy neki is javítania kell majd. Pedig ha megcsinálta volna, az összetetben átvehette volna a vezetést. Következik most az örmény Barsegyan, a súlyváltozatlan. Az örmény versenyző a 7. helyen fejezte be, 157,5 féllel egyébként a szakítás. Utána két jó lökése volt, 190-en, majd 195-ön. Hát itt a zavarosban halászva, ha teljesíti ezt a súlyt, akkor még valamilyen jobb helyezést esetleg elcsíthet, természetesen annak függvényében, hogy a nagy ágyuk korábbi szokásaiknak megfelelően tovább rontanak-e, vagy kilépnek most már ebből a bűvös cipőből. Ő is elrontja a 197-et. Hát az lett itt a király, úgy tűnik, aki megcsinálja, és erre a 197,5-re nem is ezt kell mondanom az eddig látottak alapján, hiszen Pablo Lara még ki sem jött a lökésre, de úgy tűnik, hogy a kubainak van a legjobb esélye. Ettől függetlenül most még megpróbálja majd a lengyel Andrzej Kozlovski is ugyanezt a 197,5-et. Kozlovskinak nagyon nem sikerült a szakítása, hiszen a 8. helyet tudta csak megszerezni, 155 kg-mal. De úgy tűnik, hogy Kozlovski még emeltet is. A szakításban ezüstérmes Szevasztejev most befejezi szereplését. 197,5-et mondanom sem kell, a súly nem változott, attól függetlenül, ugye, hogy Kozlovski nem jött ki. Igen, komoly önbizalma lehet a lengyelnek erre a gyenge szakításra emeltetni, de hát most foglalkozunk az ukrán versenyzővel, aki a teljesíteni elsőként a 197,5-et, akkor nem csak a lökésben, de az összetetben is átvehette volna a vezetést. Én nem tudom, mifajta átok ülhet ezen a súlyon, de a 197,5-lel senki sem boldogul. Egészen hihetetlen. Jön Steinhofer, mint ahogy talán hallják is, a nagy tapsból. A német versenyző szintén befejezi, javít, ő az első, aki javít. Szevasztejev így is vezet a versenyben, az összetetben előtte könnyebb testsúlyával, tehát Steinhofernek mindenképpen kell. 97-fél. És végül meg is csinálja. Hát honnan szedte az erőt Steinhofer, te jó ég! 362,5 kg az összeredménye, és gyorsan elmondom, Sokolovban a májusi Európa-bajnokságon, tehát egy 5 hónappal ezelőtt mindössze 340 kg-ot teljesített, és lett ezzel abban a mezőnyben 5. helyezett. Most több mint 20 kg-ot javult, és ezzel nem csak a szakításban, amit már megnyert, hanem a lökésben és az összetetben is az első helyen áll,
Hangsúlyozom, e pillanatban, hiszen még vannak fogások hátra, és nem is akármilyen emelőktől. Egytől egyig, akik most előlépnek, hát komoly esélyesek valamilyen értékesebb helyezésre. Itt van például Leonid Lobacsov, utolsó gyakorlata, és javít a 197,5-en. Ha teljesítené a belorusz versenyző ezt a súlyt, abban az esetben az összetettben nem előzhetné meg Steinhoffelt, aki a versenyben vezet, de a lökésben könnyebb testsúlyával igen. Hallatlan, sok ismeretlenes egyenlet ez a 76 kg-os súlycsoport, de hát ez már évek óta így van. Itt a középső súlycsoportokban, tehát a 70-76 kg-ban sokszor dekákon múlik egy-egy aranyérem, vagy egy-egy helyezésnek a sorsa. Le fog telni az ideje, a legjobbkor indította meg, pontosan egy másodperccel előtte, hogy megszólalt a duda, de lehet, hogy ez meg is zavarta őt, amikor megkezdte a súly felvételét, abban a pillanatban szólalt meg a duda, és így a kezdőfogásán maradt a szakítás bronzérmese, 355-tel fejezte be isztambuli szereplését. Hogy ez mire lesz elég, hát ezt majd a későbbiekben meglátjuk, hiszen ki tudja, Orasz Gyurgyiev, akinek eddig csak egy rontása volt, be tud-e iratkozni. Aztán, hogy Savchenko hogy zár, és mit mutat végre Pablo Lara, aki eddig még egyszer sem jelentkezett a dobogon. Most viszont itt van, kérem szépen, Lara, a közönség tapsától kísérve, Donau-Eschingen világbajnoka, és nem kisebb súlyra, mint két mázsára jelentkezett. Amennyiben teljesíti a súlyt a kubai versenyző, akkor átveszi a vezetést. Pontosabban, bocsánat, azonos a testsúly a Steinhoffelével, tehát nem veszi át a vezetést, csak a lökésben, az összetettben nem. És ez így is történt, de a kubainak még két fogása van, és ahogy ezt az első gyakorlatát láttuk, hát bizony bőven van még benne tartalék. Ugyanis a szabály azt mondja ki, hogy ha két versenyzőnek azonos a testsúlya, mint jelen esetben Pablo Laráé és Ingo Steinhoffelé, akkor ha az eredményük is azonos, az a versenyző kerül előkelőbb helyre, aki előbb teljesítette az adott súlyt. Hát e tekintetben Steinhoffel az összetetben még mindig előbb van Laránál, hiába értek el mindketten 362 és felett. Viszont a lökésben már Lara az abszolút első két mázsával. Ugyan ezt a két mázsát szeretné teljesíteni Andrzej Kozlovski is. Megint csak szerepe lesz a testsúlynak ebben az esetben, hiszen Kozlovski könnyebb, mint Lara. De van-e benne két mázsa? Tavaly Szófiában, az Európa-bajnokságon ennyit lökött. Ezzel Európa-bajnok is lett a lökésben. Hát most nem. Most nem, hogy elébe nem került, hanem 350-nel zárta a szereplését, és épp hogy csak el tudta emelni ezt a két mázsát. Hova tűnhetett egy év alatt az ereje? De hát nincs időnk ezen túlságosan gondolkodni, hiszen a dobogón Savchenko, az ukrán versenyző, rontotta 197,5-en, de ezen a súlyon nem javít, hanem 2,5 kg-os ugrást kér, tehát két mázsára megy. Hatodik helyről indul a szakítás után, az első fogás a 192,5-en jó volt. Úgyhogy kockáztat, és ahhoz, hogy érmes helyre még esetleg beférjen, ahhoz ezt teljesítenie kell. Minimum, hogy a lökésben érmes tudjon lenni. Ami nem ment 197,5-rel, az sikerült a ma meglehetősen szétszórt Savchenkónak két mázsával. Így aztán
360 kg, ennyivel fejezte be a versenyt. Az a Savchenko, aki az Európa-bajnokságon 355-tel győzött, de tavaly Melbourne-ben 370-et teljesített. A versenyből még Pablo Larának két fogása van hátra, és Orasz Gyurgyieznek szintén kettő. Úgyhogy minden a most következő percekben fog eldőlni. Kubai Lara 202,5 kg. Ennyi már elég, hogy az összetetben is az első helyre kerüljön, vitathatatlanul. Kérem szépen, kiállítja meg Pablo Larát, ez itt a kérdés. Biztosan halad előre a kubai, ugyanúgy, ahogy azt tette Donaueschingenben is. Ennek már 3 éve a világbajnokságon, akkor 197,5-rel nyerte meg a lökést. Hát most ennél 5 kg-mal többet teljesített már, és biztosan áll az élem. Núñez óta a kubaiak első súlyemelő világbajnoka. És meg kell mondanom, hogy miután Orasz Gyurgyievet nem szólítják, ugyan a táblára nem írták ki, hogy visszalépett volna, de nekem egyre erősebb a gyanúm, hogy esetleg a türkmén világbajnok már nem fog kijönni, hiszen Pablo Lara 205,5 kg-ra készülődik e pillanatban, ami világcsúcs javítással egyenértékű. Pablo Larának úgy látszik csak saját maga, önmaga az ellenfele, hiszen saját világcsúcsát szárnyalná túl, most 0,5 kg-mal. A kubai az elmúlt év novemberében, majdnem napra, egy évvel ezelőtt, november 25-én Puerto Rico-ban érte el a 205-ös világrekordját. Most 0,5 kg-ot tenne rá, és ezzel koronázná meg hihetetlen isztambuli szereplését, hiszen a szakításban még csak a 4. helyen állt, és innen jött előre. No, akárcsak a szakításban, itt is volt egy rontott fogása az utolsó, tehát a világcsúcs az e pillanatban ellenállt neki, és így 365 kg-ot teljesített az összesítésben, és amint arra számítani lehetett, a türkmén világbajnoki címvédő Orasz Gyurgyiev visszalépett a lökésben, nem jön már ki, feladta a versenyt valószínűleg valamilyen sérülés folytán, és ez azt jelenti, hogy a kubai fiú életében immáron másodszor világbajnok. Itt Európában, egyszer Németországban, most pedig Törökországban. Az összeredménye 365 kg. Mögötte a második helyet Ingo Steinhofer szerezte meg, a verseny nagy-nagy meglepetése, hadd mondjam azt, aki hihetetlen javuláson ment át a májusi Európa-bajnokság után, 362,5 az eredménye, és a világcsúcstartó Ruszlán Savchenko, az ukránok bajnoka 360-nal zárta a versenyt a bronzérmes helyen, ami a lökést illeti, itt kubai, ukrán, német a sorrend. Kedves nézők, ennyit a mai napom Isztambulból, ami a nők versenyét illetőleg, nagyon szép magyar sikereket is hozott Márkus Erzsi jóvoltából. Remélem, hogy mindnyájuk érdeklődését kielégítette a mai verseny is. Ezzel búcsúzom azzal, hogy a fél idejéhez érkezett az isztambuli VB, és a hátralevő 5 nap a maihoz hasonló, igen komoly színvonalas VB futamokat ígér majd, ha szabad így mondanom.